Soha ilyen közel nem voltunk még a világháborúhoz. Ezt mondta Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. Egész Ukrajnában dolgoznak az áramellátás helyreállításán a tegnapi orosz rakétatámadások után. Közben tovább tart Bakhmut ostroma. Vérengzés Hamburgban, egy fegyveres embereket lőtt agyon egy vallási közösségben. 8-an meghaltak, köztük a támadó is. És díjazták a közmédia legjobbjait. A Családbarát arca Rátonyi Krisztina lett az év műsorvezetője. Ez a Híradó 7:30-kor az M1-en, Kontra György vagyok. Jó estét kívánok! Soha ilyen közel nem volt még a világ ahhoz, hogy egy lokális háborúból világháború legyen. Ezt mondta Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, a nyugati világ vezetői háborús lázban égnek. Annak megnyerésére buzdító, még több áldozatról szóló beszédeket tartanak, és egyre veszélyesebb fegyvereket küldenek Ukrajnába. A kormányfő úgy fogalmazott, a nemzetközi közvélemény egyhangú békepártiság helyett ketté vált. A türkök, az arabok, a kínaiak vagy az afrikaiak ugyanis tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmaznak. Orbán Viktor fontosnak nevezte, hogy Magyarország egyszerre legyen katonailag erős és békepárti. A világ soha nem volt olyan közel ahhoz, hogy egy lokális háborúból, hiszen Luhanskról és Donetskről beszélünk, egy lokális háborúból világháború legyen. Ennek a valószínűsége napról napra nő. A nyugati világ vezetői háborús lázban égnek, annak megnyerésére buzdító, még több áldozatról szóló beszédeket tartanak, és egyre veszélyesebb fegyvereket küldenek Ukrajnába. Ezt mondta Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, a nemzetközi közvélemény egyhangú békepártiság helyett ketté vált. Magyarország az egyetlen, amely békepárti, mindenki más háborúpárti, de mindenkinek mások az érdekei. Tehát azt nem szabad hinnünk, amit olvasunk, vagy amit a háborúban résztvevő felek magukról mondanak, hogy ők a megtestesült tisztaság és érdekmentesség példái, és ők kizárólag elvi és hitbéli elkötelezettségből vesznek részt ebben a háborúban. Bizony van itt jócskán üzleti spekuláció, katonapolitikai megfontolások, gazdasági érdekek és a háború utáni helyzetből nyerhető előnyökre való spekulálás. A kormányfő kifejtette, jelenleg Európa hatalmi viszonyainak átszerkesztése zajlik, és a háború ennek az eszköze. Az ukrán háború mögött a hősiesen küzdő ukránok háta megett, az amerikaiak vannak. Ez nem von le az ukránok hősiességének az értékéből, de az igazság az, hogy csak addig tud Ukrajna harcolni, amíg az Egyesült Államok erre igent mond. Orbán Viktor a magyar baloldalt háborúpártinak nevezte, de úgy fogalmazott, a parlamenti arányok miatt sokkal nagyobb a békepártiak súlya és befolyása Magyarország életére. Amíg külföldről finanszírozzák a baloldalt, és mint látjuk, ez történik, és nem csak a baloldali pártokat, hanem a baloldali nyilvánosságot is, mert nem csak guruló dollárok a pártoknál, hanem guruló dollárok a médiában is föllehetőek. Tehát amíg külföldről finanszírozzák őket, el is várják tőlük, hogy háborúpártiak legyenek. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy ki kell alakítani Magyarország azon képességeit, hogy mindenki tudja, mit kell tenni, ha baj van. A kormányfő fontosnak nevezte, hogy Magyarország egyszerre legyen katonailag erős és békepárti. Kellenek azok az emberek, akik szükség esetén erővel, fegyveres erővel is megvédik a hazát. Ez a honvédség. Ezért fontos, hogy a honvédség ütőképes legyen, és ne egy kokárda legyen a mellkasunkon, vagy ne egy dísz a bokrét a kalpagunkon, hanem egy tényleges ütőerővel rendelkező katonai erő. Orbán Viktor elmutatott, miközben mi a béke oldalán vagyunk, Magyarországnak nem szabad védtelennek lennie, majd hozzátette. Mi nem azért akarunk békét, mert nincs erőnk megvédeni magunkat, hanem azért, mert a béke jó, a háború meg rossz. 10-ből 7 magyar ellenzi Roberto Metsola javaslatát, miszerint még több fegyvert adjanak az uniós tagállamok Ukrajnának. Ez derül ki a Századvég legfrissebb kutatásából. Az Európai Parlament elnöke nemrég Ukrajnában járt, ahol azt mondta, fokozni kell a fegyverszállításokat, sőt, akár vadászgépeket is át kell adni az ukrán hadseregnek. A válaszadók döntő többsége, 70%-a azonban nem ért egyet az ötlettel, és itthon csupán 22% azoknak az aránya, akik támogatják Ukrajna további felfegyverzését.
A leggyorsabb infláció csökkentő eszköz a háború miatt kivetett szankciók eltörlése lenne. Ezt is mondta Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök kiemelte, Magyarország ugyan nem tudja megszüntetni a szankciós politikát, de megvétózza azokat a szankciós döntéseket, amelyek a legközvetlenebb károkat okoznák a magyar gazdaságnak. Itthon februárban kezdett csökkenni az infláció, amely a kormány tervei szerint decemberre már egy számjegyű lehet. Lassan egy hete számos nagy áruházban és a kisebb üzletekben is észrevehető, hogy csökkent néhány élelmiszer ára. Főként néhány sajtféle lett olcsóbb, van olyan üzletlánc, ahol 40%-kal. Ugyanakkor egyes zöldségfélékért is kevesebbet kell már fizetni. Februárban már az infláció is csökkenni kezdett. A KSH adatai szerint már a januárinál lassabban 25,4%-kal nőttek a fogyasztói árak. Vagyis az év első hónapjában tetőzött az infláció, és másfél év után először fordult elő, hogy lassult az áremelkedés üteme. Az infláció szint már trendfordulóban van. A következő időszakban az infláció további mérséklődése várható, erről beszélt néhány napja a Matthias Corvinus kollégium elemzője a Híradónak. Sebestyén Géza szerint a mostani trendfordulóhoz az energia, az élelmiszeripari termékek és az alapanyagok árának csökkenése vezetett, valamint jól látszik, hogy működnek a kormányzati intézkedések is. Most már csökkenő szinteket látunk, kisebb az infláció, mint az előző hónapban, és alapvetően minden jel arra mutat, hogy ez a trendforduló, amit most elértünk, ez tartós lesz. Nem csak most csökkent az infláció szintjén, hanem a következő hónapokban egyre kisebb és kisebb infláció fogunk majd látni. Az év végére, tehát december 31-ére az infláció mértéke a 10% alá megy, tehát egy számjegyű lesz. A kormány meghozta azokat a döntéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy letörjék az inflációt, hangsúlyozta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A kormányfő azt mondta, már csak az a kérdés, hogy ez milyen ütemben valósul meg, reméli, hogy minél gyorsabban, de az biztos, hogy december 31-ére egy számjegyűre nyesik vissza az inflációt. Ez a 20 döntés, 20 intézkedés, amelyel Magyarország az infláció ellen védekezik, és amelyel meg akarjuk védeni az országot, a családokat, a nyugdíjasokat és így tovább, a kis- és középvállalkozásokat. Ezek az intézkedések széleskörű elfogadottságnak örvendenek, és abban is egyetértés van, hogy meg is fogják hozni az eredményt. A miniszterelnök kiemelte, a kormány döntéseinek helyessége és elfogadottsága abból is látszik, hogy a baloldal bár nem támogatja őket, de nem is indított heves támadásokat az intézkedések ellen. Ha a szankciókat holnap reggel megszüntetnék, akkor az infláció mértéke egy lépésben azonnal legalább a felére csökkenne. Az infláció elleni leggyorsabb és leghatékonyabb eszköz az orosz-ukrán háború miatt bevezetett szankciók eltörlése lenne. Ha nem lennének szankciók, akkor az infláció megfeleződne, majd elindulna egy meredeken csökkenő pályán, és visszatérne a 2-3%-os tartományba, mondta Orbán Viktor. A kormányfő kiemelte, Magyarország hiába szorgalmazza a szankciók eltörlését, jelenleg Európában erre nincs esély. Mi nem tudjuk a szankciós politikát eltörölni, de azt el tudjuk érni, mert ez jogunk van, és szerencsére erőnk is, hogy megvétózzuk azokat a szankciós döntéseket, amelyek a legközvetlenebb károkat okoznák a magyar gazdaságban. 10 szankciós csomag van már mögöttünk, 10 csatát jelent ez, 10 véres csatát politikai értelemben, amikor a magyar érdekekért ki kellett állni mindegyik alkalommal. A magyar kormány a szankciós politika kezdetétől figyelmeztetett, hogy az Oroszország elleni embargók könnyen a visszájára fordulhatnak. Az idő a magyar álláspontot igazolta, ugyanis a brüsszeli energetikai szankciók miatt tombol energiaválság Európa szerte, veszélybe került az emberek megélhetése, illetve elszabadult a szankciós és háborús infláció. Magyarország határozottan ellenzi az európai-kínai gazdasági együttműködés szétvágását. Ezt mondta Szijjártó Péter Stockholmban, ahol a külgazdasági és kereskedelmi miniszterek tanácsülésén vett részt. Hozzátette, az EU-Kína kereskedelmi forgalom értéke 856 milliárd euró volt tavaly, amelyből a magyar részesedés egyébként mindössze 1,4%-os, és ennek megszakításából Európa újra vesztesen jön neki. Különös tekintettel arra, hogy a brüsszeli döntések miatt rohamléptekkel kell megújulnia az autóiparnak. Magyarország határozottan ellenzi az európai-kínai gazdasági együttműködés szétvágását,
és az európai-kínai gazdasági együttműködés szétvágása helyett egy kölcsönösen előnyös együttműködés érdekében megtehendő lépéssorozatot szorgalmazunk, amelynek eredményeként mind a kínai, mind az európai gazdaság győztesen tud kijönni egy szoros együttműködésből. Egész Ukrajnában az áramellátás helyreállításán dolgoznak, miután tegnap az elmúlt hetek legsúlyosabb rakéta támadása érte az elektromos hálózatot. Közben folytatódnak a harcok Bahmut körül. Az oroszok egyre nagyobb erőkkel ostromolják a várost, de az ukránok egyelőre kitartanak. Kihajoltam az ablakon, és ahogy visszaléptem, minden rám borult, mondta egy ukrán asszony, akinek a kertjébe csapódott egy lövedék. Csütörtökön az elmúlt hetek legnagyobb rakéta támadása érte az ukrán városokat. A jelentések szerint a Harkiv megyei Pisocsin településén több mint 100 épület, köztük lakóházak sérültek meg. A robbanásnak akkora ereje volt, hogy üvegszilánkok fúródtak a téglafalba, mondta egy férfi. Az ukrán légvédelem azt állítja, hogy a több mint 80 lövedék csak nem felét elhárította, mégis jelentős károk keletkeztek. 5 ember halt meg, amikor lakóházak közé csapódott egy rakéta egy Lviv közeli településen. A támadások miatt Ukrajna szerte áramkimaradások voltak. Harkiv belvárosában nem működtek a közlekedési lámpák, és az üzletek is sötétbe borultak. Az emberek kivilágítatlan pultoknál vásároltak. Folyamatosan zajlik az áramfejlesztők javítása. Harkiv, Odessa, Dnipro, Kijev és Zaporizsia tartoznak a legsúlyosabban érintett helyek közé. A központi kormányzat együttműködik a helyi hatóságokkal, hogy a lehető leghamarabb helyreállítsák az áramellátást az érintett területeken, jelentette be Volodymyr Zelenszkij videóüzenetében. Az elmúlt hetek legintenzívebb összecsapásai Bakhmut városa körül zajlottak. Bár az orosz csapatok három irányból ostromolják a várost, az ukrán elnök még kedden jelezte, nem vonulnak vissza, és további csapatokkal erősítik meg a védelmet. Sőt, folyamatos ellentámadásokkal próbálják visszaszorítani a támadókat. Ennek része például a Bakhmut környéki hidak felrobbantása. Az orosz csapatokat folyamatosan tűz alatt tartják, gyakran orosz gyártmányú fegyvereket használva. Az ellenség minden nap, minden percében próbál egyre közelebb jutni, ezért a csapatainknak nagy szüksége van a tüzérségi támogatásra, mondta egy ukrán katona. Pénteken vélhetően ukrán légicsapás érte az orosz irányítás alatt álló Vonovakta települést. Még folynak a vizsgálatok, de minden jel arra utal, hogy egy az ukránok által használt HIMARS típusú rakétarendszerből származó lövedék csapódott a helyi buszpályaudvar épületébe, nyilatkozta a vizsgálatot végző bizottság egyik tagja. Az orosz védelmi minisztérium szerint pénteken 9 hasonló HIMARS támadó rakétát sikerült semlegesíteniük. Magyarország és a Balkán országai geopolitikai és kulturális egységet alkotnak. A fő kérdés, hogyan tudnak egymáshoz még jobban kapcsolódni. Erről beszélt Orbán Balázs a Budapesti Balkán Fórumon. A miniszterelnök politikai igazgatója azt is mondta, Magyarország a balkáni EU integráció legnagyobb szószólója, annak ellenére, hogy sokszor tűnik úgy, hogy Brüsszel inkább akadályozza a dél-kelet-európai országok uniós csatlakozását. Hozzátette, az egypólusú világrend felbomlott, és a nyugati hatalmak, főként az Egyesült Államok azon dolgozik, hogy ismét blokkok alakuljanak ki a világban. Ez viszont nem szolgálna a magyar nemzeti érdekeket. We need a new strategic model. Új stratégiai modellre van szükségünk, amely növeli és nem pedig csökkenti a kapcsolatok számát. A stratégiai modellünk kulcsszava a kapcsolódás. Minél több országgal szeretnénk kapcsolatot kialakítani szerte a világon. Ez gazdasági, kereskedelmi, infrastruktúrális kötelékeket jelent, valamint kölcsönös befektetéseket, tudásátadást és diplomáciai kapcsolatot. Ezzel szeretnénk felülírni a nyugati blokkosítási szándékot. A keresztények politikai szerepvállalásáról és a magyar családpolitikáról tartott előadást Novák Katalin a floridai Ave Maria katolikus magánegyetemen. A köztársasági elnök azt mondta, Magyarországon egy évtized alatt a termékenységi ráta 1,27-ről 1,6-ra emelkedett, ami Európában a legnagyobb arányú javulás. A délnyugat floridai Ave Maria egyetemen tartott előadást utolsó amerikai programjaként Novák Katalin. A köztársasági elnök beszédének középpontjában a keresztények politikai szerepvállalása, a fiatalok részvétele a közéletben és a magyar családpolitika jelentősége álltak. Novák Katalin rámutatott, a kormányzás keresztény alapú alternatívája működőképes a gyakorlatban, és nem csupán elmélet.
A magyarországi keresztény alapelvű politizálás szempontjairól szólva kiemelte a szabadságot. Ahogy fogalmazott, aki Magyarországra látogat, megtapasztalhatja, hogy mit jelent a valós szabadság. A keresztény gyökerű alapelvek gyakorlati megvalósításának példájaként a magyar családpolitika lépéseit nevezte. A köztársasági elnök rámutatott, Magyarországon egy évtized alatt a termékenységi ráta 1,27-ről 1,6-ra emelkedett, ami Európában a legnagyobb arányú javulás. Hozzátette, Magyarország a GDP-je 6%-át fordítja ma családtámogatásra. A magyar családtámogatás elemei közül az államfő kiemelte a gyermekek után járó személyi jövedelemadó csökkentést, és ahogy fogalmazott, mi úgy gondoljuk, hogy ha nincsenek gyerekek, akkor nincsenek családok és jövő sincs. These sentences are quotes from Pope Francis. Novák Katalin amerikai látogatásának hivatalos programjai között szerepelt, hogy felszólalt az ENSZ nők helyzetét vizsgáló bizottság ülésén New Yorkban, valamint találkozott Florida állam kormányzójával is. A megbeszélésen Novák Katalin és Ron DeSantis is kiálltak a hagyományos értékek mellett, úgy mint a családvédelme, a szülők neveléshez való jogának biztosítása, vagy éppen a határvédelem. A kormányzó elismeréssel szólt Magyarország eredményeiről is, külön kiemelve az államfőnek a családok védelmében tett erőfeszítéseit. Tovább tárgyal a kormány Brüsszellel, hogy mielőbb rendeződjön az Erasmus programmal kapcsolatos vita. Navracsics Tibor uniós forrásokért felelős miniszter arról beszélt, a bizottság április-májusban értékelheti, hogy Magyarország teljesítette az újabb vállalásait, az uniós források pedig akár már nyáron megérkezhetnek. Orbán Viktor tegnap azt mondta, akár sikerül megállapodni, akár nem, Erasmus program mindenképpen lesz. Az Európai Bizottság Erasmus és Horizont programokat érintő felfüggesztése korlátozza az oktatás és a kutatás szabadságát, az adott egyetemek oktatóit és diákjait pedig másodrangú uniós polgárokként kezeli. Többek között ez áll abban a nyílt levélben, amit 21 magyar egyetem rektora közösen írt a héten az Európai Bizottság elnökének. Az egyetemi vezetők elfogadhatatlannak tartják a bizottság határozatát, és arra kéri Ursula von der Leyent, hogy azonnal rendezze a kialakult helyzetet. Emellett jóvátételt kérnek a közösségüket ért becsületbeli és anyagi károkozás miatt. Az eredményeképpen... Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, tapasztalatai szerint az alapítványi fenntartásba került egyetemek egyértelműen jól jártak a modellváltással. Az egyetemek fejlődési lehetőségei nagyságrendekkel nagyobbak lettek. A bizottság döntése azonban gátolja a magyar intézmények fejlődését. Azért rektori működésem utolsó évében történt az átállás, ahol megkétszereződött az egyetem költségvetése. A tanárok a kutatás és oktató feladatokban, nem csak alapkutatásban, hanem alkalmazott kutatásban, tehát a piaci versenyhelyzetben is részt vesznek. A bizottság azt kifogásolja, hogy a megújuló egyetemeket fenntartó alapítványok kuratóriumaiban aktív politikusok is helyet foglaltak. Csak hogy ez nem számít újdonságnak Európában, több országban is bevett gyakorlat. Ráadásul a magyar kormány döntése szerint állami vezetők már nem lehetnek tagjai a kuratóriumoknak. Minden miniszter le is mondott az ezekben betöltött pozíciójáról. Az Európai Bizottság határozata egy magyar ellenes bosszú. Erről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a kormányinfón. Kiemelte, a támogatások felfüggesztéséhez jogállamisági sérelem, és emellett az unió pénzügyi érdekeinek a veszélyeztetése szükséges. Ezek közül azonban egyik sem történt meg. Ez egy Magyarországgal szembeni bosszú. Migráció, gyermekvédelem, háború. Ugyanis nincs semmilyen oka annak, hogy a kondicionalitási eljárás keretében a bizottság ezen a területen bármilyen intézkedést hozzon. Ezt nyugodtan kijelenthetjük, nincs olyan ember, aki a tényeket figyelembe véve ennek az ellenkezőjét állíthatja. Orbán Viktor miniszterelnök pedig a csütörtöki gazdasági évnyitón arról beszélt, a magyar egyetemek semmiképp nem maradnak támogatás nélkül. Ha nem tudnánk megállapodni az unióval, bár én azt hiszem, hogy inkább meg fogunk tudni, Erasmus program akkor is lesz, legfeljebb magyar költségvetésből fogjuk finanszírozni. És a magyar egyetemek meg fogják kapni azokat a kutatási pénzeket, amiket ha az unió nem ad nekik oda, eddig megkaptak, most nem adja oda, azt meg fogják kapni, sőt, a fölött fognak kapni a magyar költségvetésből, hogy a saját nemzetközi kutatási kapcsolatrendszerüket ki tudják építeni. Orbán Viktor hozzátette, azt az előnyt, hogy a magyar egyetemek a gazdaságfejlesztés szerves részét alkotják, nem szabad feladni. Az egyetemek összekötése a tényleges gazdasági működéssel továbbra is kulcskérdés.
A célegyenesbe fordultak a tárgyalások az igazságügyi reformról a magyar kormány és az Európai Bizottság között. Erről számolt be Brüsszelben Varga Judit. Az igazságügyi miniszter kiemelte, hogy a hazai baloldal állításaival szemben a kohéziós és a helyreállítási forrásokhoz való hozzáférés érdekében folytatott egyeztetések nem omlottak össze. Éppen ellenkezőleg már az utolsó lépéseknél járnak. A bizottság asztalán van most az az utolsó tervezet, amit szakmai, technikai szinten még elemeznek a bizottság munkatársai. A politikai kérdések, a nyitott politikai kérdések már nagyon pici szűk körre korlátozódnak, úgyhogy a finishben vagyunk, ezt biztossal megállapítottuk. És gyakorlatilag az igazságügyi vállalásoknak a teljesítésével Magyarország egy hatalmas lépést tesz abba az irányba, hogy a kohéziós források nagy részéhez minél előbb hozzájussanak a magyar emberek. Folyamatosan nő Szerbiában a migránsok száma, akik a helyiek szerint egyre türelmetlenebbek és agresszívabbak. Mindent megtesznek, hogy leginkább embercsempészek segítségével az unió területére jussanak. A magyar határon idén már több mint 17 ezer migránst fogtak el. Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban azt mondta, Brüsszel továbbra is támadja Magyarországot, mert nem engedi be a migránsokat. A szabad ég alatt öltözködnek a migránsok a szerb főváros melletti Obrenovácon. Az itt működő befogadóközpont udvarán folyamatosan telefonálnak, egyeztetnek az embercsempészekkel. Túlnyomó többségük Afganisztánból érkezett, és bár látszólag jól érzik magukat, mégsem akarnak Szerbiában maradni. Szerbia egy jó ország, szeretem az itteni embereket. Afganisztánban nem volt jó nekünk, azért jöttünk el ide, de nem maradunk itt. Mindannyian Európába tartunk, mondta egy migráns, aki Németországba igyekszik. Obrenovácról a migránsok csoportokban indulnak el a magyar határ közelébe. Az MI stábjának a migránsok arról beszéltek, hogy az embercsempészek rengeteg pénzt kérnek az állítólagos segítségért. Eladtuk a földjeinket, teheneinket otthon azért, hogy pénzhez jussunk, de megéri, mondta egy migráns, akinek több mint 5000 eurójába került az út Szerbiáig. Az obrenováci emberek viszont félnek, mert az illegális bevándorlók egyre agresszívabbak, sőt, sokszor fegyverrel járják a település utcáit. Sokkal temperamentumosabbak, mint mi vagyunk. Azonnal kést rántanak, ha valami nem tetszik nekik. Az összetűzések után mindig vannak sebesültek is. Mindenhová elkísérjük a nőket, mert félnek. Messziről elkerüljük a migránsokat, mert könnyen bajunk eshet. Ha egyedül mész az utcán, bármikor megsérülhetsz. Túl sokan vannak, panaszkodott az emelynek egy obrenováci férfi. Magyarország a magyaroké, azt akarjuk, hogy Magyarország magyar ország maradjon, azt akarjuk, az unokáink is egy olyan országban élhessenek, mint amilyen a miénk, és nem akarjuk ennek az összetételét megváltoztatni. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy amíg Magyarország folyamatosan a saját és egyben az Európai Unió külső határát védi az illegális bevándorlástól, addig Brüsszel ezért folyamatosan támadja hazánkat. A miniszterelnök rámutatott, Brüsszel azt szeretné, ha Magyarország is bevándorló országgá válna, és lassan már fizetnünk kell azért, mert nem engedjük be a migránsokat. Az a képtelen helyzet állt ugyanis elő, hogy miközben Magyarország megvédi a saját maga és az Európai Unió külső határait, ezért pénzbüntetésre fognak bennünket ítélni, ha csak nem engedjük be a migránsokat. Úgy, ahogyan az Brüsszel egyébként régóta követeli, hogy Magyarország is adja be a derekát és váljon bevándorló országgá. Mi is legyünk olyanok, küzdködjünk azokkal a bajokkal, nehézségekkel, visszafordíthatatlan történelmi folyamatokkal, amelyekkel ma tőlünk nyugatra lévő országok küzdenek, miután beengedték a migránsokat és átalakították magukat bevándorló országgá. Magyarország déli határa folyamatosan nyomás alatt van. A kerítésnél szolgálatot teljesítő egyenruhások csak idén már több mint 17 ezer határsértőt fogtak el. Őrizetbe vettek egy litván embercsempészt Békés vármegyében. A férfi 37 illegális bevándorlót szállított egy kis teherautóban. A sofőrt még hajnalban akarták igazoltatni a rendőrök, de a jelzésre nem állt meg, menekülni próbált. Egy szántóföldre hajtott a teherautójával, majd otthagyva a járművet és a migránsokat elszaladt. Másfél órával később azonban már rendőrkézen volt, azóta eljárás is indult ellene. 7 embert, köztük egy 28 hetes magzatot megölt egy 35 éves német férfi Hamburgban csütörtök este a Jehova tanúi vallási közösség egyik imaházában. A lövöldöző ezután önmagával is végzett. Korábban a férfi szintén a gyülekezet tagja volt. Tavaly decemberben szerzett fegyvertartási engedélyt. A rendőrség folytatja a nyomozást, egyelőre nem zárják ki, hogy más elkövetők is lehettek.
Péntek reggel is helyszíneltek Hamburg egyik külvárosi negyedében. A német hatóságok azt próbálták kideríteni, hogy előző éjszaka miért nyitottak tüzet a hívőkre a Jehova tanúi vallási közösség imaházában. A környéken élők arról számoltak be, hogy a támadó rövid megszakításokkal több sorozatot is leadott. Lövéseket hallottunk, felismertem a hangját, 12-szer lőttek egymás után. Először azt hittem, a szomszédos építkezésen történt, de aztán úgy tűnt, hogy inkább a benzinkútnál, vagy mellette, a Jehova tanúinál lőttek. Készítettünk néhány képet, és később láttuk azt is, hogy halottakat szállítanak el. Emlékezett vissza egy szemtanú. Egy másik, a közelben lakó ember mobiltelefonjával az ablakból megörökítette a támadást is. A homályos felvételen egy sötét alak látszik, aki az imaház egyik ablaka körül mászkál, majd tüzet nyit a bent lévőkre. Először fel sem fogtam, hogy mi történik. Aztán, amikor a mobiltelefonommal ránagyítottam a helyszínre, rájöttem, hogy valaki a Jehova tanúira lő, mondta a fiatalember. A rendőrök néhány perccel azután érkeztek meg, hogy megkapták az első segélyhívást. A környéket kiürítették, különleges egységeik pedig behatoltak az épületbe. Az elkövető a második emeletre menekült, amikor a rendőrök megérkeztek, de ott öngyilkos lett, így összesen 8 halálesetről beszélünk, közölte a tartományi belügyminiszter. Andi Grote azt is elmondta, hogy a 7 lelőtt áldozat között 4 férfi van, 2 nő és egy 28 hetes magzat is. A terhes nő túlélte a támadást. Emellett 8-an megsebesültek, 4-en súlyosan. A támadó, akinek már a kiléte is ismert, 9, egyenként 15 darab lőszert tartalmazó tárat ürített ki. Az elkövető egyébként Philipp F., 35 éves német állampolgár. Korábban bűncselekményekről, terrorista jellegű esetekről nem került a rendőrségnek a látókörébe. Annyit tudni róla, hogy a magának a vallás közösségnek, a Jehova tanújának, tanúinak tagja volt, viszont másfél évvel ezelőtt kilépett, és nemrég 2022. decemberében szerzett fegyvertartási engedélyt. Érkezett egyébként egy anonim levél a rendőrséghez, miszerint maga az illető elmebeteg és haragszik a vallási gyülekezetekre. Akkor februárban kivizsgálást is tartottak, de gyakorlatilag nem sikerült megállapítani, nem állapították meg, hogy mentális zavarai lennének, ezért gyakorlatilag a fegyvertartási engedélyét megtarthatta. Olaf Scholz német kancellár részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak. Megdöbbentett minket ez az erőszak. Szeretnénk köszönetet mondani a biztonsági erőknek és a lelkészeknek, akik tegnap este óta szolgálatot teljesítenek a súlyos sérültek ellátásában, a tetthely biztosításában és a bűncselekmény felderítésében, mondta a kancellár. Hozzátette, félő, hogy további áldozatok is belehalhatnak a súlyos sérüléseikbe. A rendőrség folytatja a nyomozást. Egyelőre nem zárja ki, hogy más elkövetők is lehettek. Nyomozást indított a rendőrség Karácsony Gergely volt tanácsadójának külföldi utazásaival kapcsolatban, tudta meg a Magyar Nemzet. A lap arról írt, hogy Korányi Dávid korábban a főpolgármesteri hivatal alkalmazottja volt, így több nemzetközi útját is a fővárosi adófizetők állhatták, úgyhogy ezek az utak egyáltalán nem kapcsolódtak a tanácsadói feladatokhoz. Ráadásul minden második hivatalos külföldi látogatás az Egyesült Államok fővárosába vezetett. Néhány hónapja derült ki, hogy tavaly Korányi Dávid amerikai szervezetén keresztül érkezett több milliárd forintnyi dollár a baloldal kampányába. Hűtlen kezelés gyanújával indított büntető eljárást Karácsony Gergely korábbi főtanácsadójának külföldi útjai miatt a rendőrség, tudta meg a Magyar Nemzet. A lap azt írta, egy magánszemély tett feljelentést, miután kiderült, a főpolgármesteri hivatal alkalmazottjának, Korányi Dávidnak több külföldi útját is a fővárosi adófizetők állhatták. Ráadásul ezek az utak egyáltalán nem kapcsolódtak a tanácsadói feladataihoz. A Magyar Nemzethez korábban eljutott adatok szerint Karácsony Gergely volt főtanácsadójának 8 hivatalos külföldi utazása 1,6 millió forintba került. A lap azt írja, az Action for Democracy nevű szervezet révén 2022 elejétől a dollár baloldal pénzgyűjtését intéző Korányi Dávid minden második útja Washingtonba vezetett. A legdrágább utazás több mint 600 ezer forintba került, amikor Glasgow-ban vett részt egy konferencián, de járt Brüsszelben és Münchenben is. Korányi Dávid, egykori miniszterelnöki főtanácsadó, az Egyesült Államokból tér haza.
Karácsony Gergely Bajnai Gordon volt miniszterelnök, közeli segítőjeként mutatta be korábbi főtanácsadóját, Korányi Dávidot. Arra viszont a főpolgármester egyszer sem válaszolt, hogy pontosan mit is csinál Korányi Dávid havi csak nem 1 millió forintos fizetéséért. Sőt, januárban szólta el magát Korányi Dávid modell felesége, hogy a családjával több mint egy éve nem hagyták el az Egyesült Államokat. Vagyis úgy tűnik, Karácsony Gergely főtanácsadója úgy keresett milliókat tavaly novemberig, hogy nem is járt a városházán, és azt sem tudni, milyen városdiplomáciai tevékenységet végzett. Elkezdtük stratégiai szövetségek kiépítését. Az viszont kiderült, hogy Korányi Dávid az amerikai kampánypénzek kulcsfigurája. Ő ugyanis annak az NGO-nak, az Action for Democracy-nak az alapítója és ügyvezető elnöke, amelyen keresztül gurultak a dollárok a baloldalhoz. Hát én ezt most öntől hallom, de ezek szerint akkor így van. Karácsony Gergely is utalt rá korábban, hogy érkezett pénz az Egyesült Államokból. Nem tudom, hogy érkezett-e, azt meg végképp nem, hogy kampányra. A baloldalt irányító Gyurcsány Ferenc azt állította, hogy nem volt tudomása a külföldi kampánypénzekről. Még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint. Márkizaj Péter viszont elismerte, hogy kaptak pénzt Amerikából. A baloldal bukott miniszterelnök jelöltje többször is azzal védekezett, hogy az úgynevezett guruló dollárok nem a választási kampányt, illetve az ellenzéket támogatták, hanem társadalmi célokat és az ezek mögött álló civil szervezeteket segítették. Az azóta nyilvánosságra hozott titkos szolgálati jelentésből kiderült, a Korányi Dávid vezette Action for Democracy segítségével Amerikából és Svájcból összesen 4 milliárd forint landolt a hazai baloldalnál, amiből mások mellett jutott Márkizaj Péter mozgalmának, a Bajnai Gordon féle Datadat cégcsoportnak és a DK közeli ezalényeg.hu kiadójának is. Magyarország nem fog engedni Brüsszelnek a gyermekvédelem ügyében. Erről is reggel beszélt Orbán Viktor a rádióban. A miniszterelnök azt mondta, Brüsszelben azt követelik, hogy a gyermeknevelés ügyében szüntessük meg a szülők elsőbbségét, ugyanakkor a szülők joggal várják el a kormánytól, hogy a gyermeknevelés maradjon az ő felelősségük, és az iskolában ne népszerűsíthessenek olyan életfelfogást, amelyhez nem járultak hozzá. Én nagyon örülök annak, hogy itt törvényi szigorításokról beszélnek. Nincs rendben, hogy egy 14. életévét betöltött fiatalt szexuálisan kihasználhat egy nála sokkal idősebb felnőtt. Mindez nem maradhat következmények nélkül, figyelmeztetett Sítl Eszter, a Citizen Go kampányigazgatója az M1 48 perc című műsorában. Tapasztalom, hogy a különböző intézmények tartanak ezektől a szervezetektől. Békés Bence publicista, aki korábban a TASZ aktivistája volt, pedig azt mondta, az egyes intézmények félnek a gyakran soros szervezeteknek apostrofált NGO-k büntetőjogi fenyegetéseitől. Ha ez egy gyakorlatot látja az ember, akkor van mitől félni, tehát lehet mitől félni. Bite Zsolt, aki pedagógiai asszisztensként azzal hergelte a közvéleményt, hogy egy 15 éves fiú a szeretője, egy nyilvános videójában azzal dicsekedett, hogy őt, mint LMBTQ aktivistát ingyen védelmezik olyan szervezetek, mint a TASZ, az Amnesty International, a Helsinki Bizottság, és bármikor kimenti őt a tanártüntetéseket szervező Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Amíg ők engem ingyen képviselnek, és akár még az Európa Parlamentig is képesek elmenni, addig nektek a gatyátok rá fog menni az összes perre. Előre szólok. Az elmúlt hetekben több pedofil botrányra is fény derült. A gyanú szerint az egyiket Kovács Gábor volt LMP-s politikus követhette el, akit azóta letartóztatott a bíróság. A 67 éves férfi másfél hete otthonából csalt el egy 13 éves gyermeket, akivel szemben szexuális visszaélést követett el. A rendőrséget a szülők értesítették, miután a kisfiú elmondta, hogy mit tett vele a volt politikus. A szexuális kisebbségek jogainak összemosása a pedofiliával vagy a kiskorúak veszélyeztetésével az éppen Brüsszel törekvése, éppen a külföldről finanszírozott NGO-k törekvése. A 18 éven felüliek esetében semmilyen tiltószabályt nem vezetett be a kormánya a gyermekvédelmi törvény módosításával. Az ugyanis valóban összeegyeztethetetlen lenne a jelenlegi uniós és nemzetközi jogi környezettel, emlékeztetett rá ifjabb Lobnici Zoltán. Az alkotmányjogász az M1-en megerősítette, a gyermekek védelmét szolgáló intézményrendszer kiépítése Magyarország szuverén joga. Közben Varga Judit igazságügyi miniszter ellenkérelmet nyújtott be az Európai Unió bíróságához a magyar gyermekvédelmi törvény miatt indított uniós kötelezettségszegési eljárásban. Brüsszelben azt követelik, hogy a
gyermeknevelés ügyében szüntessük meg a szülők elsőbségét. Áthidalhatatlan szakadékot lát az úgynevezett genderügyben Brüsszel és Magyarország között a kormányfő. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió péntek reggeli műsorában kijelentette, a szülők joggal várják el a mindenkori kormánytól, hogy a gyermeknevelés maradjon a szülők felelőssége, és az iskolában ne népszerűsíthessenek olyan életfelfogást, amelyhez a szülők nem járultak hozzá. Az én fölfogásom szerint legalábbis a szülők joggal várják el a mindenkori kormányzattól, hogy segítsen nekik megvédeni a gyerekeiket, és a kormány segítse a szülőket abban, hogy a gyerekneveléshez való joguk kizárólagos maradjon, és senki ne nyúlhasson hozzá a gyerekükhöz, se fizikai, se szellemi értelemben. Ez a vita fönnáll Brüsszellel, ez egy akkora szakadék, a két álláspont között olyan szakadék van, hogy nem látom, hogy miképpen lehetne áthidalni. És miután mi nem fogunk engedni, ezért majd Brüsszelnek kell a végén engedni. Orbán Viktor közölte, a nemi identitást elbizonytalanító propaganda a gyermekeket védő normák lazulásához vezetne, amiután megnövekedne a pedofil bűncselekmények száma Magyarországon. Az ezzel kapcsolatos jogszabálymódosítás ősszel várható. Egy év alatt csaknem 8000 esetben kértek le adatokat a pedofil nyilvántartásból. Rétvári Bence államtitkár azt mondta, a gyermekvédelmi törvény 2021-es módosítása tette lehetővé, hogy létrehozzanak egy nyilvántartást azokról, akik gyermekek sérelmére szexuális bűncselekményt követtek el. Úgy fogalmazott, a szolgáltatás korlátlan alkalommal ingyenesen vehető igénybe a kiskorú gyermeket nevelő szülők számára, csak ügyfélkapu kell hozzá. Úgy gondoljuk, hogy az államnak minden segítséget meg kell adni a családoknak, segítenünk kell a családokat, hogy meg tudják védeni a saját gyermeküket is. Ez a pedofil nyilvántartás is ezt szolgálja, hogy gyermekek közelébe ne tudjon kerülni az, aki korábban már gyermekes sérelmére követett el szexuális vagy hasonló bűncselekményt. A DK szerint az elmúlt években jelentősen nőtt a sikertelen lombik kezelések száma. Rácné Földi Judit azt mondta, mindez a párt írásbeli kérdésére adott kormányzati válaszból derül ki. A lombik kezelések központosítása óta hatalmasan nőttek a várólisták, és sokszor éveket kell várni a gyermekre vágyó pároknak. Márpedig, ha valahol számít, minden hét az éppen a lombik kezelés. Az MSZP szerint az ársapkák fenntartására és a tudásintenzív iparágak fejlesztésére lenne szükség. Kunhalmi Ágnes azt mondta, az infláció letörésére az élelmiszer árstoppok miatt kompenzálni kell a kisboltokat, segíteni kell az aszálykárosultakat és el kell törölni a kiskereskedelmi különadót. Nonsensnek tartom azokat a közgazdászokat, akik azt mondják, hogy az ársapkák azok, amelyek romba döntik a magyar gazdaságot, sokkal inkább a gyenge forint az Európai Unióval való húzavona, nem megegyezés. Azt, hogy mit ünneplünk, nem az ország határok határozzák meg, hanem az érzéseink. Erről beszélt Menczer Tamás államtitkár Budakeszin a Székely Szabadságnapi megemlékezésen. Úgy fogalmazott, a székely közösségek világító fáklyaként vannak jelen egy összezavarodott világban, hiszen példát mutatnak az identitás védelméből, amely a túlélés kulcsát jelenti. A székely közösség és minden határon túli külhoni magyar közösség számíthat a magyar kormányra, a magyar kormány akkor is ott áll a határon túli magyarok mellett, hogyha netán senki más nem áll ott, és külpolitikánk sarokköve az, hogy mindent megtegyünk azért, hogy a már meglévő jogaik ezeknek a közösségeknek megmaradjanak, azokat meg tudjuk őrizni, és emellett ezeket a jogköröket bővíteni tudjuk minden lehetséges módon. A magyar állam felelősséget visel minden magyarért, a kormány ugyanis az egységes magyar nemzet elvéből indul ki. Ezt mondta Gulyás Gergely azon a tanácskozáson, amelyet a Székely Szabadságnapi alkalmából tartott a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy az egységes magyar nemzet elve ma alkotmányos parancsnak is tekinthető, és az elmúlt 13 évben sikerült elérni, hogy ma ez a kérdés nem tárgya az aktuál politikai vitáknak. Ezen a területen nem érdemes, nem hasznos, nem kifizetődő megtámadni a kormányt. Ezért azt tudjuk mondani, hogy ma belpolitikai konszenzus van, ami lehet, hogy ellenfeleink részéről nem szívből, hanem színből van csupán, de ez lényegtelen is.
A lényeg az az, hogy senki nem vitatja ennek a célkitűzésnek a helyességét, és senki nem vitatja azt, hogy a magyar állam felelősséget visel valamennyi magyarért, bárhol is éljenek azok a világon. Csöndesebbek, korszerűbbek és környezetkímélők. 40 új modern autóbusz áll forgalomban Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A járművek a helyközi közlekedésben vesznek majd részt. Érkezésükkel a vármegye buszparkjának átlag életkora 12 évről 9 évre csökken. Első útjukra készülnek a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében átadott új helyközi autóbuszok. A 40 környezetbarát, sűrített földgázüzemű jármű a vármegye csaknem 50 településébe szállítja majd az utasokat. Halkabbak és kevesebb káros anyagot bocsátanak ki, mint hagyományos társaik. Legtöbbjük Szolnokról indul majd, és oda is érkezik, így a helyi közlekedést is segíti. A város határához érkezve ezek az autóbuszok tulajdonképpen helyi járatúvá válnak, ugyanis a Volán Társaság és az önkormányzat között kötött megállapodás szerint már helyi jeggyel, illetve helyi buszbérlettel is igénybe lehet venni a társaságnak a szolgáltatását. Az új autóbuszokkal a vármegye buszparkjának átlag életkora 12-ről 9 évre csökken, és a teljes flotta 17%-a újul meg. Annak érdekében, hogy sűrített földgázzal tudják tankolni a buszokat, tovább fejlesztették a megyei Volán telephelyet is. A május 1-én megjelenő új vármegye és országos bérletek pedig természetesen már ezekre a járművekre is érvényesek lesznek. Ezek a buszok jelentősen halkabbak, mint a korábbi hagyományos üzemű buszok, nem bocsátanak ki, illetve jelentősen kevesebb, 90%-kal kevesebb kormot és egyéb szennyező részecskét bocsátanak ki, tehát önmagában a közösségi közlekedés környezetbarát mi voltán túl is segítik a fenntartható mobilitást és a fenntartható közlekedést. 2018 óta 100 új autóbusz érkezett a vármegyébe, ezek évente mintegy 6,3 millió utas szolgálnak ki. A fejlesztés nem áll le, hiszen néhány hónapon belül 10 elektromos meghajtású helyi járatú autóbusz érkezik Szolnokra. Csaknem 1,2 milliárd forintos kormányzati támogatással megépült tornacsarnokot adtak át a komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvodában. Soltész Miklós államtitkár az épület megáldása előtt kiemelte, a cél az, hogy a komáromihoz hasonlóan minél több egyházi iskola megújuljon az országban. Két dolgot tűztünk ki szemünk elé. Az egyik az az, hogy olyan ifjúságot neveljünk, aki felnőtt korában is bírja a nehézségeket, a fizikai fájdalmat és fáradtságot. De másik oldalról pedig azt is kitűztük, hogy olyan gyermekeket neveljünk, olyan fiatalokat neveljünk, akik családot, nemzetet és hazát és Istent is szeretik. Országszerte elkezdtek felkészülni az egyházi iskolák Ferenc pápa budapesti látogatására. Van olyan intézmény, ahonnan várhatóan több százan mennek majd el a Papp László sportarénába, ahol kifejezetten fiatalokkal találkozik majd a Szentatya. A katolikus egyházfő április 28-a és 30-a között tesz lelkipásztori látogatást Magyarországon. A Sándor palotába vezet majd Ferenc pápa első útja április 28-ai érkezése után. Novák Katalin köztársasági elnök ünnepélyesen fogadja, majd Orbán Viktor miniszterelnökkel találkozik. Péntek délután 5 órakor a budapesti Szent István bazilikában papokkal és szerzetesekkel találkozik. Az eseményt kivetítőn is lehet majd követni. Szombaton fogyatékkal élő gyermekekhez látogat, majd a rózsák terén fogadja a hajléktalanokat, a háború elől menekülőket és a szegényeket. A Papp László sportarénában pedig több ezer diákkal találkozik. A debreceni Szent József Általános Iskola és Gimnázium 9. osztályos diákjai dallal készülnek a pápa látogatásra. Szerintük hatalmas lehetőség, hogy találkozhatnak a Szentatyával. Gondolatait mi is közelebbről megismerhetjük és megláthatjuk, az egy fantasztikus dolog, és Jézus segítségével bármi lehetséges, és az ő segítségével készülünk a pápa látogatásra is.
A debreceni iskolából sok diák a 2021-es budapesti euharisztikus világkongresszuson is részt vett, ahol meghallgatták a pápát. Most tavasszal az iskolából több mint 400-an utaznak a fővárosba. Egyházunk, a vallásunk legfőbb vezetőjével találkozni, az egy egyszeri és megismételhetetlen alkalom lehet mindenkinek az életében. Fontos a hit elmélyítése szempontjából. Fontos azért, hogy látja azt, hogy sokan egy szívvel, egy lélekkel vagyunk jelen. A legnagyobb esemény itt a Kossuth téren lesz, ahol misét tart a Szent Atya. Az eseményre Magyarországról és a környező országokból is mindenkit várnak. A szervezők hatalmas tömegre számítanak, ezért a környéken több kivetítőt is kihelyeznek, hogy mindenki be tudjon majd kapcsolódni a Szent Misébe. A Szent Atya vasárnap az esti órákban utazik vissza a Vatikánba, de előtte még a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre is ellátogat. Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke az M1-nek elmondta, a Szent Atya látogatása már önmagában is hatalmas érték Magyarországnak. Hiszen olyankor nem csak az ott élő katolikusokat vagy a hívőket akarja meglátogatni, hanem az adott országot, tehát annak politikai, társadalmi vezetőivel is találkozik, és természetesen a lelkipásztori élet sok területéről szólít meg ilyenkor embereket. A pápa látogatás programjaira hamarosan lehet majd jelentkezni a ferenc2023.hu honlapon keresztül. Az áprilisi pápa látogatás eseményeit pedig követhetik majd a közmédia csatornáin is. A Szent Atya budapesti látogatásának minden részletéről beszámolunk majd. Kiemelkedő munkatársait díjazta a közmédia. 8 kategóriában kaptak elismerést a kimagasló teljesítményt nyújtó kollégáink. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója azt mondta, fontos, hogy elismerjük azoknak a munkáját, akik nap mint nap a közszolgálatért tesznek. Szeretettel köszöntjük a kedves nézőket! A nézők rendszeresen találkozhatnak vele a Duna Családbarát című műsorában, de ő volt a háziasszonya a Balatoni nyárnak is. Rátonyi Krisztinát nem kell bemutatni a nézőknek, fiatalkora ellenére már 20 éve dolgozik a közmédiában. Idén ő kapta a közmédia év műsorvezetője díjat. Az, hogy arról a helyről kapom ezt az elismerést, ahol én 13 éves korom óta dolgozom, az egy nagyon nagy dolog számomra, mert nem csak szakmailag ismernek el, hanem emberileg is talán egy pici visszajelzés arról, hogy jó velem együtt dolgozni, hogy úgy vagyok része a csapatnak, ami hozzátesz mindenki munkájához. Bár a nézők a műsorokat elsősorban a műsorvezetőkhöz kötik, a színfalak mögött az MTVA több száz kollégája dolgozik, a tartalomért a szerkesztők felelnek, ugyan a háttérben maradnak, mégis az egyik legmeghatározóbb feladat az övék. A közmédia évszerkesztője díját Medvegy Anikó, programfőtanácsadó, a Duna Show műsorainak kreatív producere vehette át. Nevéhez számos műsor köthető, köztük a Csináljuk a Fesztivált, a Petőfi Zenei díjátadó, vagy a Szeretlek Magyarország. Tudom, hogy nem feltétlenül a show műsor az, amire fókusz helyeződik a tévé életében, most mégis a Csináljuk a Fesztiváltal is, és az Adam is emlékmű gálával is egy olyan minőséget tudtunk képviselni, ami mégis szórakoztató volt, és örülök, hogy ezt látják a főnökeim és a vezetőség, és egyébként minden kolléga, hogy ez egy nagyon nagy munka. A díjátadót minden évben március 15-éhez igazítják, ami a forradalom és szabadságharc mellett a magyar sajtónapja is. A rendezvényen megzenésített Petőfi verseket adott elő Ferenczi György és az első Pesti Rackák. A közmédia díjakat az MTVA magas színvonalú munkát végző kollégái kaphatják meg. Az elismeréseket 8 kategóriában riporterek, operatőrök, vágók, rendezők és a műsorgyártás különböző területén dolgozók vehették át. Altorjai Anita, a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatója, a gyorsan fejlődő médiapiacra és a magasan képzett szakemberek fontosságára hívta fel a figyelmet. Szinte naponta új és új szellemi és technikai innovációk segítik a mi munkánkat, de ez egyben azt is jelenti, hogy a mindennapi életünk is ehhez idomul, ehhez változik. De ezek az új innovációk mit sem érnek, kártyavárként dőlnek össze, hogyha ezeket nem működtetik professzionális szakemberek. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója arról beszélt, a Petőfi bicentenárium évében nem csak az a fontos, hogy megemlékezzünk a magyar történelmet formáló nagyjainkról, hanem az is, hogy elismerjük azoknak a munkáját is, akik nap mint nap a közszolgálatért tesznek.
kapják. Ez a díj, ez egy belső elismerés. Én azt gondolom, ez az egyik legfontosabb megtiszteltetés, hogyha egy kollégát nem csak kívül, bármilyen díj formájában ismernek el, hanem úgy is, hogy maguk a kollégái azok, akik méltatják a munkájukat. És ez a díj, ez egy olyan elismerés, amiről azt gondoljuk, hogy fontos, hogy azokat a kollégákat úgy köszöntsük, hogy ők azok, akik egyébként a mikrofon mögött vannak. A díjakat minden évben átadják, hogy ezzel is kifejezze a közmédia megbecsülését az előző évi teljesítményért. Ezzel vége a Híradónak, de újra nézhető a híradó.hu oldalon, ott további híreket is találhatnak. A Nemzeti Sporthíradóval folytatja Dedecsik Ferenc.